Szevasztok srácok, és üdvözöllek titeket az Insect Building Hungary mai kis videójához és a második vloghoz. Nos, az első vlog az nagyon tetszett nektek, és gondoltam, akkor folytathatjuk ma a sorozatot egy kicsit. Mai videóban egy pár terráriumot fogunk berendezni. Igen, ez egy nagyon speciális téma ezen a YouTube csatornán, mivel én terráriumokkal igazából abszolút nem foglalkozok. Terráriumoknak szerintem nagyon sok hátránya van, rovartenyésztés vagy ízelt lábúak tenyésztése szempontjából. Nehezek, drágák, törékenyek, nem lehet őket nagyon jól módosítani, az azt jelenti, hogy ebbe például be van építve ez a szellőzőrács, ezt kicserélni nehéz, nagyobbítani sokkal nehezebb, doboz sokkal egyszerűbb ilyen szempontból, tényleg egymásra rakni, tehát stócolni sem lehet túl jól a kasznikat. Viszont a nappalimban van egy szép kis polcrendszer, ahol van egy pár üres fak, és azokban a fakokban pont beférnek ezek a, hát 30x30 centi alapterületű kecók. Ezek amúgy három darab van, tudom, nem látszik most az összes. Ma ezeket fogjuk berendezni együtt, illetékesen főleg a takarítás lesz a probléma. Ezek régi terráriumok. Nekem régen több terráriumom volt, főleg így a kezdetekben eléggé szerettem a terráriumokat, és sokat játszadoztam velük. Ezek igazából régi terráriumok, már nagyon ez látszik is rajtuk, tehát nincsenek már olyan nagyon patent minőségben, szét vannak ragasztva, meg minden. Igazából apám itt volt múlt héten látogatóba, és kihozott nekem pár régi terráriumot. Ez három darab összesen, iszonyat retkesek, tehát egyrészt, mert ameddig használtam őket, nem nagyon foglalkoztam úgy a takarítással, mert ebbe is tenyésztettem, és nem feltétlen kiállítási célból voltak. Tehát tele vannak vízkővel, be is vannak algásodva részbe, tehát ezek azért úgy nem a legjobb minőségben vannak pillanatnyilag. Illetékesen azért ezeket már egy jó pár éve nem is használtam már, tehát szerintem ezt a főső kasznit legalább 3-4 éve nem használtam már. Igen, tehát ezek azért annak megfelelően néznek ki pillanatnyilag. Úgyhogy ezeket ki fogjuk takarítani, tehát egyrészt nyilván kiszedjük a régi talajt, aztán mindenképpen porosak is, mint az atom. Aztán pedig egy kis ecettel meg fogjuk próbálni a vízkövet és ezeket az üledékeket a lehető legjobban leszedni. És három madárpófajnak fogjuk berendezni a kecókat. Kettő régi példányomnak, egy laziodora parahibanának, egy adult nőstének, ami immáron már 7 éve nálam van, adultan vettem, egy szép nagylány. Egy csilobrahi suahininek, amit szintén 7 éve került hozzám, az is már egy nagyon idős nőstény, őt is adultan kaptam annó, és még egy Pterinohilus murinus RCF nősténynek fogunk berendezni egy kecót. Igazából a murinusra azért esett a választás, mert én szeretem, hogyha szőnek a pókok. A parahiban az szép nagy, tehát igazából ezek egy kiállítási terráriumok lesznek, úgymond. Megpróbáljuk őket tényleg a lehető legszebben letisztítani, tényleg atomretkesek, de mindegy. És akkor ezeket szépen berendezzük, és akkor akár növényeket is rakunk bele, azt még meglátjuk, mert van egy pár növényem, amit bele is lehetne rakni. Tehát ezeket tényleg szépen be fogjuk ma rendezni, és ezek a nappaliba lesznek kiállítva, úgymond, ezek a pókok. Igen, most nem is akarok tovább pofázni igazából a semmiről, kezdjünk bele a takarításba, ez egy jó nagy szenvedés lesz most. Nos, hát a terráriumok takarítását itt a fürdőbe fogjuk végrehajtani. Most le fogom szedni róla a ragasztót, egyszer kiöblítem vízzel rendesen, aztán pedig ecettel megpróbálom kisúrolni belőle a vízkövet, illetve az egyéb retkeket. Nyilván ezt most nem fogom az összes terráriumnál megmutatni, mert különben unalmas lenne nektek a videó, és túl sokáig tartani, úgyhogy ezt egy kicsit felgyorsítom nektek ezt a folyamatot. Nos, uraim és hölgyeim, ez lesz az első kaszni, amit be fogunk rendezni. Amit érdemes még tudni, ezt a videó elején is elmondtam, hogy a teráriumok fordítva lesznek bent a polcon, az azt jelenti, hogy egyen üvegfront lesz látható előről. Giottin ajtót én annyira nem szeretem, úgyhogy benn van a képben, és mivel a madárpókat csak hetente egyszer kell etetni, ezért amikor etetek majd, illetve feltöltöm vizestel, stb., akkor kihúzom kicsit a teráriumot, és oldalról tudok majd benyúlni. Ami azt jelenti, hogy úgy kell berendezzünk a teráriumot, hogy ez lesz körülbelül az eleje, tehát hogy lesz egy teljes üvegfront, ahol gyönyörűen be lehet látni. Amúgy ezt a teráriumot sikerült egész szépen kipucolni szerintem, így szerintem megfelelő lesz. Az, hogy az alján van egy kis talaj, az tök mindegy, mert úgyis kerül be ide még talaj. Na most ez lesz a parahibanának a teráriuma. Szépen be fogjuk rendezni egy megfelelő méretű talaj, tehát egy megfelelő mennyiségű talajjal, illetékesen rakunk be neki egy jó nagy rejtek helyet, meg egy vizes tálat, igazából ennyi lesz az egész, tehát nem lesz egy nagyon komplikált terrárium berendezés, kis avart még rakok be neki, stb., tehát egy kicsit kiszépítjük majd a kasznit. Nos, hát szerintem így jól fogjátok látni, hogy berendezem a terráriumot. Ugye itt lesz, ahogy mondtam az előbb, az eleje a terráriumnak, gyors betöltöm talajjal.
Talaj, amit használok, az átlag madárpók talajom, ami igazából egy talajkeverék. Van benne erdőtalaj, van benne kókuszost, és van benne egy kevés homok, ami javítja az áshatóságot. Így igazából van egy bioaktív talajunk, ami jól tartja a nedvességet, illetékesen ásható, tehát a pók tud benne ásni. Paraiban áram úgy annyira nem jellemző az ásás, illetékesen az idősebb nőstények már nem is nagyon bújnak el, legalábbis én azt figyeltem meg, tehát az én nőstényem az már nem nagyon bújkál. Tehát egy rejtek helyet én rakok be neki, azt mindig szoktam, viszont ő igazából nagyon nem szokta kihasználni ezt. Mivel a teráriumnak az alja, még egy nagy hátrány a teráriumnak, az nem túl magas, ahogy látszik, ez 3-4 centi, ezért így hátulról fogok neki egy dombot csinálni, hogy meglegyen a megfelelő mélységű talaj, ami azért fontos a pókoknál. Több szempontból előnyös, egyrészt például azért is, mert minél több a talaj, annál jobban tartja a nedvességet, másrészt pedig, hogyha netántán a nőstény úgy gondolná, hogy ásna egy kört, akkor ebbe a talajba ő ezt megteheti, tehát ezzel sem lesz probléma. Most akkor kitaláljuk, hogy fogjuk ezt itt ügyesen elrendezni. Ugye itt látszik, hogy azért a talajszint az itt hátul megvan egy 10-15 centi között, így fog kinézni. Rejtek helyett valahogy így oldalasan akarom nyilván kicsit beleásni, belemélyezteni a talajba, és akkor az tökéletes, mert akkor a pók ki tudja használni az egész felületet, tehát van egy egész talajfelülete, illetékesen lesz egy rejtek hely, ahol be tud bújni. Igazából madárpókoknak ez a méret megfelel, tehát ez egy 35x35 cm alapterületű terrárium. Ugye tudjuk, hogy a lazi oldal a paraiban egy elég nagyméretű madárpók, viszont igazából egy ekkora terrárium megfelelő neki, tehát ő nem fogja nagyon kihasználni azt se, hogyha egy 60 centis terráriumba rakjuk, ugye a madárpókok azok egy helyen élik le az egész életüket, a természetbe is, és ez az egy hely, ez lehet akár egy rohadt fatuskó, vagy akármi, tehát ők leszövik magukat, keresnek egy megfelelő helyet, ahol jól érzik magukat, és ők ott maradnak egész életükbe, tehát a madárpókoknak nem kell nagy terrárium. Tudom, hogy ez kezd most így divatba jönni, az, hogy a madárpókokat nagyon nagy terráriumokba helyezzük el, ami szép dolog, tehát ezeket a terráriumokat nagyon szépen be lehet rendezni, nem is az a probléma vele, viszont azért tisztában is kéne hogy legyünk azzal, hogy a madárpókoknak nincs szüksége annyi helyre, és hogyha berakjuk őket egy méterszer méteres terráriumba, a nagy részét a helynek nem fogják kihasználni, mert ők nem mászkálnak, hanem ők lesbe várják a zsákmányállatot, hogy közelebb jöjjön, leszövik magukat, és ennyi, tehát ők nem akarnak vándorolni, ezért egy ekkora terrárium igazából egy nagyobb fajnak is megfelelő, hogyha megfelelően be van rendezve. Na most rejtek helynek én egy ilyen szép nagy kéreg darabot terveztem, ez egy kicsit túl nagy a kasznihoz, úgyhogy egy kicsit törni fogunk belőle, csak óvatosan, hogy ne hasítsuk szét, ez tökéletes, mert szépen görbül maga a kéreg, úgyhogy egy kicsit mondjuk így, hát egy negyedét körülbelül letörjük, vagy talán kicsit többet is. Jó, ez így szerintem megfelelő lesz, kipróbáljuk. Jó lesz ez, tökéletes, nagyon jó lesz. Ezt kicsit belemélyeztjük a talajba, ez sem egy nagy művelet igazából, tehát ez egy nagyon egyszerű kis terrárium berendezés lesz, igazából itt a pók lesz a lényeg, tehát szerintem ebből most élőnövényt se rakok bele. Én nem vagyok ilyen nagy hívője ezeknek a játszadozásoknak, nyilván az ilyen terráriumokat gyönyörűen be lehet rendezni, tehát nagyon szépen meg lehet őket csinálni, de szerintem nem kell ezt most így nálam, én most ezt nem fogom túlzásba vinni. Most a lényeg az lenne, hogy itt legyen egy rés, ahol ő szépen be tud bújni, viszont az a rés ne vegyen el olyan nagyon sok helyet magából a terráriumból, tehát hogyha ezt mondjuk így megcsináljuk, ez így tökéletes lesz, és viszont megfordítom nektek a kecót, mert így lesz elhelyezve majd. És akkor itt látjuk, hogy itt tökéletesen be tud bújni, itt van egy szép nagy mélyedés, ahol ő majd ott el tud kényelmesen helyezkedni, a kérget egy kicsit még beeresztem a talajba, és akkor igazából itt ő ki tudja használni az egész terráriumot, viszont van itt egy szép nagy rejtek helye, ahova el tud bújni, és ide szerintem kényelmesen be is fog férni. Mondjuk ez egy tényleg nagy nőstény, de ez így jó lesz, tökéletes, kicsit még lenyomkodjuk a talajt, és akkor ez így igazából szerintem egy jó kis elhelyezés lesz számára. Tehát ő itt azért kényelmesen el fog férni, most így, hogy megnézem, ez így jó lesz. És a nagy előnye, hogy itt oldalt tök szépen be lehet látni hozzá, tehát még látni is fogom. Nos, én amondó vagyok, hogy helyezzük be a nőstényt, kicsit óvatosan, épp azt néztem, hogy a terráriumnak az ajtaja az hol van. Itt kifogtam, igazából ez egy szép nagy adult nőstény paraibana, mondom már, hát lassan 7 éven állam van és adultan vettem. A madárpók nőstényeknek nagy előnye, illetékesen a hosszú életüknek a titka az, hogy folyamatosan bedlenek. Ezáltal nőnek is, mondjuk adulás után már nem olyan nagy mértékben, viszont a kifejezetten öreg adult nőstények azok láthatóan nagyobbak, mint mondjuk egy fiatal adult nőstény. Egy dolgot felejtettem még el csinálni, méghozzá egy kicsit nedvesíteni a talajt, mert azt viszont kell.
Ugye a Laziodora parahiban egy dél-amerikai faj, trópusi esőerdőkből származik, úgyhogy nekik kell egy bizonyos talajmennyiség. Megnézzük, hogy ez egy teljesen száraz talaj, viszont tök jól beszívja a nedvességet, és hát úgy majdnem teljesen jól, egy kicsit nem kell túlöntözni. Lépésekbe haladunk. Én az ilyen fajoknál szeretem a talaj felét körülbelül nedvesen tartani, nem kell azért beáztatni őket, de a talaj fele az legyen nedves, ne tocsogós, csak nedves. Ez így szerintem jó is lesz, ez most szépen magába szívja a talaj a nedvességet. Na ez most egy csontszáraz talaj, úgyhogy eltart neki egy kicsi ideig, de viszont látszik azért, hogy jó a talajon minősége, mert igazából rögtön beszívja a vizet, ami nagyon jó. Igazából ez lenne a lényeg. Kicsit óvatosan kell ezt csinálni. És akkor igazából ezzel meg is vagyunk. Most vizes tálat nem feltétlen kötelező madárfogókhoz betenni amúgy. Sokan úgy gondolják, hogy kötelező, igazából nem az. Hogyha van egy rész a terráriumban, ami elég megfelelő nedvességet tartalmaz, például a talaj nedves, vagy akár egy kis sphagnum moha, akkor nem feltétlen lesz szükség vizes tálra. De ajánlott, úgyhogy mi is rakunk be ide mindjárt egy vizes tálat, csak azt még ki kell találnom, hogy minek a kupakjából szerkeztem. Igazából nem kell egy nagy vizes tál, egy kis PET palackos kupak is tökéletesen megfelel. Ez a nedvesség, ez most igazából tökéletes. Ez így gyönyörű, kezem az jó retkes, de az nem probléma. És akkor most behelyezhetjük a nőstényt. Úgy próbálom csinálni, hogy jól lássátok. Nem, ez egy szép nagy adult nőstény. És akkor óvatosan behelyezzük itt a csipeszünk segítségével. És reméljük, hogy nem csalán szőrözik olyan sokat. Majd a lányka, nagyon jó. Jaj, de kulturált most kivételesen. Tud, bemutatja, hogy ő is tud viselkedni időnként. Mikor kiszedtem a dobozából, akkor amúgy szét akart marni, és csalánszőrözött, mint az atom, de most, hogyha videózok, akkor már mutatja, hogy ő amúgy milyen kis aranybogárka, és nem ártana senkinek se semmit. És akkor be is lenne helyezve az új pókunk, neki most kell majd egy pár nap, mire megszokja az új helyét, az madárpókoknál mindig eltart egy ideig, most neki minden új. Ugye azáltal, hogy ők az élőhelyükön is egy ponton élnek, tehát egy kis területen élnek, azáltal, hogyha most igazából én tönkretettem az otthonát azáltal, hogy a dobozából kiszedtem és beraktam egy teljesen új helyre, kell neki egy pár nap, most addig valószínűleg kicsit izgága lesz, rohangálni fog körbe-körbe, egy idő után rájön, hogy ez egy jó hely, leszövi magát, és akkor majd nyug is lesz, de mondjuk itt nem tűnik túl pánikosnak. És akkor én mutatok nektek most egy-két közelebbi felvételt a pókról. Na, itt most gyönyörűen látszik a nőstény az új kaszniban. Igen, sajnos kicsit visszaveri az üveg a fényeket. Itt most nagyon szépen látszik maga a pók. És akkor így néz ki a terrárium. Tehát van neki egy megfelelő talajszintje, itt van a megfelelő barlang, ugye látszik, hogy azért ide én a kezemet bőven be tudom tenni, tehát ő szerintem ide kényelmesen be fog férni. Ezt még kicsit ki is tudja nagyobbítani, be is tud ásni, ahogy gondolja, azt majd ő kialakítja magának, és akkor igazából így néz ki előről a terrárium, viszont ahogy mondtam, nem így lesz behelyezve, hanem így lesz behelyezve majd a polcra, tehát ezt fogom én majd látni, és itt tökéletesen be fogok tudni látni a kis helyére, ami nagyon szuper, tehát látom majd, hogy ő ott mit csinál, és szerintem ez így egy nagyon szuper kis kecó lett neki. Mondom, egy pár napig most ő valószínűleg izgága lesz, aztán leszövi magát, és akkor kényelmesen jól el fog tudni itt helyezkedni ebbe a terráriumban. Nos, srácok, egy kicsit változott a terv, mert ebbe a magas terráriumba itten én úgy gondoltam, hogy jó lenne egy falakót elhelyezni, úgyhogy a Chilobrachis huahini nőstény az marad a helyén, viszont ezt a szép kis polcot éri a rufilát, a nőstényt mindenképp bele szeretném helyezni, mert tényleg egy nagyon látványos kis pók. Igen, úgyhogy most ki fogjuk halászni a dobozból, gyors összedobjuk neki a kasznit. Hoztam egy nagyobb műanyag dobozt, kicsit egyszerűbb lesz belerakni, mint egy kisebb dobozba. Látszik, hogy a dobozban még van egy-kettő tücsök, tegnap lett etetve, de úgy látszik, hogy annyira nem evett sokat, úgy egy-két tücsköt talán megevett. Nos, hát aki ismeri a polcotériákat, az tudja, hogy ők azért hajlamosak egy kicsit defenzíven reagálni, úgyhogy igen, megpróbáljuk kicsit óvatosan kihalászni a nőstényt. Polcotéria fajoknál különböző viselkedési formákat lehet megfigyelni, van, amikor borzasztó defenzíven reagálnak, van, amikor csak menekülnek, méghozzá nagyon gyorsan, van, amikor ugrálnak, van, amikor pedig nem csinálnak semmit, tehát ez nagyon változó náluk, ez igazából fajtól és egyedtől is függő. Viszont ahhoz, hogy áthelyezzem, ki kell vennem sajnos a kaszniából, és ezt a talajt fogom berakni a terráriumba, úgyhogy azért is fontos, hogy kiszedjük most innen a pókot, amit óvatosan meg fogunk csinálni. Nagyon nagy műanyag doboz, próbálom azért úgy csinálni, hogy ti lássátok azért így a lényeget.
nézzük, hogy mennyire hajlamos a nőstény a mozgásra. Hát igen, ez most így egy eléggé kellemes reakció egyenlőre. Ó, hát el se hiszem, hogyha ma minden pók ilyen szépen viselkedik, hát akkor nem is tudom, mint pánikolok. De ez csak akkor van, hogyha videózok, nem tudom, hogyha nem videózok, akkor mindig jön a legnagyobb pánikroham, az idegbetegség, stb. Viszont itt most akkor szépen meg tudom nektek mutatni a fajt. Tényleg egy nagyon szép polcot éri, azért látszik, hogy ez egy méretesebb nőstény. Így a kezemnél jól látszik. Tényleg egy nagyon szép kis lány. Jó, becsukjuk a tetejét, és akkor berendezzük a terráriumot neki. Nos, hát itt lenne a terrárium, hát úgy valamennyire sikerült kipucolni, hát el volt algásolva, de ezt az előbb láthattátok a videón. A talaj, ami benn van a dobozban, az tökéletesen megfelelő, tehát ezzel én most nem fogok itt csinálni semmit, egyszerűen átpakolom. Ugyanaz a madárpókos talaj, mint amit mindenhol használok, tehát egy kókuszos erdőtalaj és egy kevés homok van benne. Nyilván egy falakó madárpóknak nem kell túl sok talaj, tehát itt ez a talajmennyiség bőven elég. Tehát nekik igazából nincsen szükségük túlzottan mély talajra. Igazából ezt a talajt itt szépen áttöntjük. Az látszik, hogy jó nedves. Most a polcot érje a rufiláta, az szereti a nedves környezetet és a nem túl meleg környezetet. Például a polcot érje a regálisszal ellentétben ők nem szeretik a túlzott meleget. A polcotér regáliszok például úgy működnek jól, meg a legtöbb polcotér folyó úgy működik jól, hogyha jó meleg van, tehát mondjuk egy ilyen 28 fok. Na most a polcotér a rufiláta az, az olyan fajok közé tartozik, polcotérjákon belül, akiknek nem kell tényleg nagyon meleg, ők egy ilyen 23-24 fokon nagyon jól el vannak, igazából ez egy ilyen átlag szobahőmérséklet, mondjuk annál talán egy kicsit több, viszont szeretik, hogyha jó nedves, tehát jó magas a páratartalom a kis helyükön. Polcotér rufilátánál én ajánlom azt, hogy az egész talaj legyen nedves, itt nem kell nagyon ügyelni arra, hogy legyen száraz rész, nedves rész, az egész talaj legyen jó nedves, azért ne tocsogjon, de a nedvesség az legyen meg. A nedves talaj nagyon jól szabályozza a páratartalmat, mivel a talajból ugye párolog el víz, és ezáltal a teráriumban a páratartalom is automatikusan megnövelked. Tehát nem kell párásítani, viszont a nedves talaj az azért legyen meg. Még egy nagyon jó segítő a nedvességbe az a moha, ebből behelyezünk ide egy szép kis párnát. Egyrészt dekoratív, másrészt pedig ez is nagyon szépen szabályozza a páratartalmat. Igen, jó. Na most a polcotér rufilátó ugye egy falakó pók. A polcotériákra nagyon jellemző, hogy ők szeretnek fa üregekben lakni. Mivel nálam sajnos most pillanatnyilag nincsen elérhető parafa cső, ezért építeni fogunk magunknak egy ilyen kis facsövet, amit igazából kéregdarabokból fogok összerakni. Tehát gyűjtöttem egy pár ilyen szép kéregdarabot, aminek a nagy része ilyen szép kis hajlott. Ez például gyönyörű. Ezeket úgy fogjuk behelyezni egymás mellé és egymás köré, hogy a végén kapjunk egy zárt csövet, és az lesz majd a póknak úgymond a lakóürege. Most következő lépés az, hogy a kérget kicsit kiegyenesítem, tehát török belőle a darabokat. Én úgy gondoltam, hogy ezt a csövet ezt ide körülbelül így a terrárium hátuljára fogom helyezni. Most itt nyilván előnyösebb lenne egy magasabb talaj, viszont egymással fogom kitámasztani ezeket a csöveket. Ezt is kicsit leegyenesítjük még. Nos, akkor ez is ki lenne egyenesítve, ezt pedig így megpróbáljuk úgy behelyezni, hogy egy ilyen zárt csövet alkosson. Lássunk ide egy kis lyukat. Hát szerintem ez egy eléggé egyszerű és olcsó megoldás, mert azért szerintem mindenki tudja, hogy a parafa csövek azok nem a legolcsóbbak. Ez a megoldás teljesen ingyen volt, és hogyha jól csinálom meg, akkor ugyanazt a feladatot, mint egy parafa cső teljes mértékben teljesíti. Szerintem ez egy egész jó lesz. És amúgy dekoratívnak is dekoratív, és most van egy tökéletes zárt sötét üregünk itt, ami nagyon jó. Nos, ezek most egy picit instabilak, úgyhogy ezt most ki fogjuk támasztani, illetékesen még egy pár ilyen mászóágat mindig behelyezek a polcotériákhoz, mert ők azért, hogyha kijönnek a kis üregükből, általában éjszaka kiszoktak mászkálni, akkor azok így körülnézegetnek, úgyhogy egy kicsit még berendezzük a sztorit, itt vannak még a régi ilyen kéreglapok, ezekkel tök jól ki tudom támasztani magát az üreget, illetékesen a póknak csinálok egy kis mászófelületet is, mert azért így amúgy is a terrárium nagyon csupasz lenne, tehát ezt azért egy kicsit megcsinálgatjuk. A kéregek megfelelő betámasztásával fel se fog tűnni, hogy ez igazából nem egy cső, szerintem tökéletes, teljesen sötét belül, nem jut be fény, így fog kinézni. Ez a terrárium is oldalról lesz beállítva, szerintem így fogom beállítani, tehát így, ezt fogom látni majd.
Még egy-két kéreg darabot talán berakok, még egy ilyen horizontálisat be akarok rakni, és amúgy igazából kész is lenne a terrárium, tényleg egy elég egyszerű kis konstrukció, viszont szerintem jól néz ki, és a póknak megvan a legfontosabb méghozzá egy biztos rejtek helye ebben a facsőben, ide teljesen jól be tud majd bújni, le tudja szőni magát, és akkor jól fogja ott érezni magát. Ezt a kéreglapot még szívesen behelyezném ide fölülre, csak kicsit retkes, és hullik a kosz. Most hát csak legyen stabil, ezért fontos, hogy a pókra egy ilyen kéreg darab ne nagyon essen rá. Igen, ezt még valahogy kicsit ki fogom támasztani, mert ez így egy picit instabil, hát mondjuk azért valamennyire elbírja. Jó, most még egy kérget így aláhelyeztem. És akkor ez így tartja az egészet cakpak. Szerintem tök jó lett. Jó, nyilván egy ilyen terráriumot még nagyon szépen fel lehet dobni egy kis élőnövénnyel. Én ezt most nem rakok bele illetékesen, a moha is élőnövény, tehát igazából van benne élőnövény. Ide, hogyha ültettek mondjuk még egy szép kis növényt, akkor még szebb lenne. Viszont szerintem ez így kinézetre jó, illetékesen a póknak megvan minden, amire szükséges, tehát vannak mászófelületei, és van itt egy szép nagy rejtek helye, ahova kényelmesen el tud majd bújni. Ez így teljesen tökéletes, és akkor helyezzük is be a pókot. Nos, akkor most jön itt a nagy lány, aki itt nagyon kényelmesen el fog férni. Majd mindjárt mutatok róla még egy közelebbi felvételt, ahol jól látszik maga a pók is, viszont most először be szeretném ide patelolni, és meglátjuk, hogy annyira nyugodt marad-e, mint az előbb, amikor kiszedtük a kis helyéről. Polcotérákhoz azért hozzá kell tenni, hogy egy elég erős méreggel rendelkeznek, mint amúgy nagyon sok óvilági madárpókfaj. Ugye az óvilági fajok nem rendelkeznek csalánszőrrel, helyettesítik a mérgükkel. És a polcotérják tényleg a... Nem azt mondanám, hogy a legmérgezőbb madárpókok közé, de azért az erősebb mérgű madárpókok közé tartoznak, ami nem azt jelenti, hogy halálos méreggel rendelkeznek, viszont egy malestén elég komoly mellékhatások is képbe jönnek, mint például hányás hasmenés, görcsök, szédültség, általános rosszulét, tehát azért a polcotérjákkal nem játszadozunk, és az ilyen madárpókokat egyáltalán nem érdemes kézre venni, semmilyen okból kifolyólagosan, se fényképér, se semmi másért sem. Ez a nőstény amúgy kifejezetten jól viselkedik, és amúgy általában ilyen nyugodt szokott maradni, nem tudom, szerintem ő egy kis kincses láda. Nekem voltak már polcotérjám, amelyek teljesen máshogy reagáltak különböző zavarásokra, például regálisok nagyon gyakran reagálnak, nagyon erősen defenzíven, tehát rögtön jönnek és szétmarnak mindent, hogyha csak hozzá merünk érni a dobozhoz, ő egy nagyon nyugodt lány. Nyilván ő is most egy kicsit sokírozva van, mert kiszedtem a régi megszokott helyéről, teljesen új helyre raktam be, viszont szerintem maga a terrárium az itt tökéletesen megfelelő, le is csukhatjuk. És akkor következzék az utolsó terrárium, amit berendezünk. Nos, hát a következő faj, akit áthelyezünk, ahogy az előbb említettem, egy Pterinohilus murinus adult nőstény lesz. Ezt a fajt én kifejezetten szeretem, hát tényleg egy gyönyörű madárpók. Kis testű, vagy egy közepes testű, egy gyönyörű színezettel rendelkezik, ez ugye az RCF, tehát a vörös formája. Na most ez a pók itt egy pár napja került bele ebbe a dobozba, és ezt teljes mértékben átmenetileg raktam csak ide be. Méghozzá azért, mert ő lehozott egy kokon nekem, és hagytam, hogy kikeljenek a kicsik az ő régi dobozában. Én sok madárpókfajnál így szeretek tenyészteni, hogy nem szedem el a kokont 40. napon, hanem bent hagyom az anyukánál, mert ő sok esetben jobban csinálja a dolgot, mint én. Meg is mutatok nektek most egy egyvedléses kis murinuszt. Na, hát így néznek most ki a babákok. Jó, ott tök jól lehet látni. Ez egy egyvedléses kis Pterinohilus murinus RCF. Hát 90 darab lett, vagy 90 plusz, egy kicsit több, mint 90 darab lett a kokomból. Nagyon örültem nekik. Viszont azáltal, hogy őket kiszedtem a nőstény régi dobozából, ezáltal sajnos szét kellett szednem a hálóját, és ezért raktam át ide átmenetileg ebbe a dobozba, mert tudtam, hogy neki berendezek egy terráriumot. Egy ilyen doboz amúgy nem lenne megfelelő a hosszú távú tartása, elnézést kérek, a fókusz elment. Egyrészt túl kicsi, másrészt ebbe azért nem tudjuk teljesíteni, szerintem a megfelelő élőhelyet.
Murinusnak elég mély talajra van szüksége, illetékesen különböző berendezési tárgyakra, ahova szépen körbe tudja szűni a lakóhálóját. Még egy ok, amiért nagyon szeretem ezt a fajt, hogy gyönyörű szép lakóhálókat sző, tehát tényleg nagyon-nagyon szép hálókat sző magának, és én szeretem az olyan pókfajokat, amik szépen mindent beszűnek. Murinushoz hozzá kell tenni, hogy kezdőknek abszolút nem ajánlható, egyrészt nagyon-nagyon nagy temperamenttel rendelkeznek, tehát nagyon defenzívek tudnak lenni, és általában azok is, illetékesen a mérgük is egy elég erős kategóriába tartozik, tehát ugye igazából ők tartoznak úgy a legerősebb mérgű madárpókok közé, szintén nem halálosak, de elég komoly mellékhatásokkal járhat egy marás, igazából hasonló mellékhatásokkal, mint amit az előbb elmondtam a polcotériák mérgénél. Igazából a három gyilkos faj, úgymond a három afrikai gyilkos, az egyrészt a Stromatopelma calceatum, a Heteroscodra maculata, és ő a Pterinohilus murinus. Nem gyilkosak tényleg, de ők igazából ugye a legerősebb mérgű pókok közé tartoznak, illetékesen a legerősebb mérgű madárpókok közé tartoznak. Nos, hát a nőstény kiszedni az egy szenverés lesz, és én most arra gondoltam igazából, hogy őt rögtön át fogjuk rakni majd a terráriumból, tehát most nem szedem ki egy külön dobozba, mert az egyszerűen túl sok stressz lenne, főleg nekem, mert tényleg ezt a fajt kezelni az gyakran egy elég komoly katasztrófa. Úgyhogy őt most visszacsukom, berendezzük a terráriumát, és akkor helyezem át, csak meg akartam nektek mutatni, hogy szépen lássátok egyszer a nőstényt. Nos, hát ezt a terráriumot még lehet, hogy ismeritek, ez a legrégebbi terráriumom. Nekem ebben a terráriumban kezdődött az egész hobbi, anno egy aháccsigával, most már lassan 8 éve. Jó régi. Ez egyik régebbi videómban ezt a terráriumot berendeztük egy heteropoda venatóri adult nőstének, úgyhogy lehet, hogy onnan ismeritek még ezt a kasznit. Nagyon régi ez a terrárium már, és tényleg nem a legszebb állapotban van. Én most igazából úgy sikáltam ki, mert ezt a vízkövet itt elől nem tudtam leszedni, hogy ez az oldal meg ez az oldal szín tiszta legyen, és ez a terrárium is ugyanúgy lesz behelyezve, mint az előző kettő, hogy itt fog frontálisan benézni, tehát az ajtó az nem lesz látható, mert mondom, én nem feltétlenül szeretem, hogyha a giotin ajtó belelóg a terráriumba, így meg van egy teljesen tiszta felület, ahol be tudok nézni. Jó, berendezésképpen sok talajra lesz szükségünk. Ugye a murinuszok szeretnek maguknak üreget ásni, ezért sok talajt fogunk behelyezni. Ez ugyanaz a madárpók talaj, amit már elmondtam párszor. Kókuszos erdőtalaj, egy kevés homok. Ásható, jól tartja a nedvességet, ami a murinusznál annyira nem fontos, mert ők igazából elég száraz területeken élnek, tehát őket nem kell túl nedvesen tartani, sőt nem is szabad túl nedvesen tartani. Mondjuk ebbe a talajba kicsit több lett a kókuszrost, de mindegy, igazából ezt én mindig máshogy keverem be egy kicsit még átkeverem, hogy elkeverődjenek benne így a úgymond a hozzávalók. Igazából a madárpókoknál jó, hogyha simán kókuszosot is használtok. Én azért ajánlom ezt a talajkeveréket, mert ebben megvan minden, ami fontos. Van egy olyan talaj, ami jól tartja a nedvességet, egy olyan talaj, ami bioaktív valamennyire, és egy olyan talaj, ami megfelelő áshatóságot biztosít olyan fajoknak, amelyek szeretnek ásni. Tehát ez igazából egy ilyen tuti kombináció. Jó. Na most itt ugyanazt fogjuk csinálni, egy kicsit, mint a parahibanánál, hogy fogok csinálni neki egy ilyen kis dombot, ahova ő, hogyha szeretne, beáshatja magát. Nos, talaj be is lenne helyezve. Nagyon jó. Igen, ez így egy megfelelő mélység, hát mondjuk egy 10 centi, 10-15 centi környéke. Én a murinusznál úgy szeretem megcsinálni, hogy csinálok neki egy rejtekhelyet a föld alá, beások valamit, illetékesen rakok be még berendezési tárgyakat úgy, hogy ő egy ilyen egész hálót tudjon szőni, és a végeredmény az remélhetőleg az, hogy az egész terrárium az egy nagy háló lesz, tehát hogy nagyon szépen berendezi magának így a kasznit. Van még itt egy pár kéregdarab, ezeket mindenképp berakom. Most a talajt én külön nem fogom nedvesíteni, mert a kókuszos miatt elég nedves, sőt kicsit túl nedves is, úgyhogy ezt hagyjuk majd egy picit kiszáradni. A murinusznál én úgy szoktam csinálni, hogy körülbelül a terráriumnak így egy harmadát, egy negyedét tartom nedvesen, és annyi bőven elég neki, tehát ők ugye száraz területekről származnak, nem eső erdőlakók, úgyhogy nekik nem kell túl nedvesíteni a terráriumot. Jó, a rejtekkel amit csinálunk, az egy elég egyszerű módszer, ásunk ide egy ilyen kis üreget, és úgy próbálom megásni, hogy kicsit én lássam itt oldalról majd. Mondjuk ez nagyon nem fog összejönni, de mindegy. Kicsit még lenyomkodjuk a talajt. Kicsit összép szoruljon. Jó. És akkor ezt a kéregdarabot én így beásom ide. Alá is tömködünk egy kis talajt, és akkor ez így elvileg meg fog állni. És meg is áll nagyon jó, ez lenne a fő cél, mert akkor itt van úgymond az ő lakóhelyének a
bejárata. Azért hozzá kéne tenni, hogy ez a, mi berendezzük úgy a terráriumot, hogy a pók majd ezt a rejteket elfogadja, ezek az esetek 99 esetében baromira nem működik, mert általában tök más helyen gondolják úgy, hogy ott jól érzik magukat, azért meg lehet próbálni, de tényleg az esetek nagy részében a madárpókok teljesen máshol gondolják jónak a helyet. Ennyi lenne így maga a rejtekhely, semmi különös, be van ásva egy fakéreg a földbe. Jó, és akkor a következő kérgekkel pedig én annyit fogok csinálni, hogy itt még egy pár ilyen kis rejtekhelyszerűséget fogok neki varázsolni. Viszont úgy szeretném megcsinálni tényleg, hogy beszűrje az egészet, úgyhogy igazából ezeket részbe keresztbe is behelyezem. Na szuper. Jó, hát az alapberendezés ez körülbelül így fog kinézni. Mondom, semmi extrém különlegesség. Ez az oldal lesz majd látható szerintem, mert ez szép tiszta. Ezt fogom úgy berakni, hogy ez legyen a látható oldal, majd tehát én így fogom majd látni a pókot. Amit még beszeretnék helyezni, ez egy kevés kavar illetékesen, még egy kevés faágat szeretnék így körbe-körbe rakni, hogy mégis egy kicsit jobban be tudja szűrni majd, tehát úgymond még egy pár berendezés tárgyat behelyezünk hozzá. Nos, hát ezeket fogjuk még behelyezgetni, ezek igazából borostyán ágak, amit lerágtak a zungorainak spektálták. Viszont arra tökéletes, hogy igazából egy ilyen kis gerendát építsünk ide, illetékesen jól néznek ki, mert szerintem kicsit visszaadják így az ilyen száraz területek flérjét. Ezeket csak így teljesen random beszurkál, és remélhetőleg a nőstény majd e köré, az ágak köré épít magának egy nagyon szép kis lakóhálót, ez lenne a fő cél. Most ezt nagyon okosan csináltam, hogy először szúrom tele ott, ahol be kéne nyúlnom. Ez nem a legjobb megoldás. Na most így néz ki maga a terrárium, egyszer gyors körbeforgatom nektek. Szerintem ez így teljes mértékben megfelelő. És akkor jöhet a pók. Na most ez szerintem nem lesz olyan kellemes, mint az előző kettő. Póknak a behelyezése. Meglátjuk, hogy a nőstény hogy reagál. Hát én ezt el sem hiszem. Csinálok videót, az összes pók teljesen nyugodt. Ha nem videóznék, szétmarta volna a csipeszt. Na mindegy, hát igazából ez egy pozitív dolog, nem kell vele harcolni. Kaszni becsuk. Itt most nyilván ugyanaz lesz a probléma, hogy teljesen új környezet, tehát ő most itt nem fogja jól érezni magát egy pár napig, aztán rájön, hogy hát innen már úgyse jövök ki, úgyhogy szépen leszövő magát, és akkor szépen berendezi magának, ahogy ő jónak gondolja ezt a helyet. Nos, srácok, gondoltam, hogy egyszer még végigmutatom nektek a kész rendszert. Itt lenne a parahiban a nőstény. Már egy pár napja helyeztem be, mert ezt a videót nem egy nap alatt forgattam le, hanem volt annyi időm. Így néz ki most maga a terrárium. Szépen látszik, ahogy leszőtte magát, bár a rejtekhelyét egyáltalán nem használja, viszont maga a terrárium szerintem kinézetre egy teljesen oké. Nyilván egy kis élőnövénnyel még fel lehetne dobni, és még jobban néz neki. Nos, így néz ki a rufilátának a terráriuma. Ugye itt van a jó kis faüreg, abba szépen be tud bújni, és maga a berendezés. Szerintem nem néz ki rosszul, nyilván ezt is szebben meg lehetne csinálni. Maga a nőstény az ott van, kicsit elbújt, visszahúzódott, de szerintem egy pár nap alatt majd szépen megszokja az új helyét. És akkor végül, de nem utolsó sorban, a Murinus nőstény, aki éppen itt van. Ő sem szokta még maga helyét, viszont maga a terrárium szerintem ez sem néz ki rosszul. Nyilván ez akkor fog nagyon szuperül kinézni, hogyha szépen beszőtte. Ott van a kis rejtekhelye, itt vannak az ágak, és így néz ki az egész. Igazából itt lett a három terrárium megcsinálva. Majd valami kis LED-sort szeretnék föléjük rakni, hogy tényleg jól nézzen ki, hogy egy kicsit sötét, itt extra megvilágítom nektek, hogy látszódjon a lényeg. Uraim és hölgyeim, ezzel a felvétellel szeretnék tőletek elköszönni, nagyon szépen köszönöm, hogy megtekintettétek a videót, remélem tetszett, és hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóba. Szevasztok!